Az önkéntesek létszáma mostanra kevesebb, mint az alkalmazásban állóké a máltai szeretett szolgálatnál, ez pedig egyre nehezebbé teszi a karitatív, sok szervezést igénylő tevékenységet. Ráadásul az elmúlt években felértékelődött az ilyen munka, hiszen 2019-től a járvány, majd az orosz-ukrán háború kapcsán is sok segítségre van szükség. Ezért is kezdtek országos munkába a máltaiak. Az erre kijelölt szakemberek az összes hazai csoportot felkeresik azért, hogy a tagok tapasztalatait és javaslatait begyűjtsék, valamint az őket támogató cégekkel és intézményekkel is így tesznek. Nagyon sok elkötelezett ember van, de nem nélkülözhetjük a fiatalokat sem. Tehát azt világosan lehet látni, hogy azok, akik hadrafoghatók és nem és csak önkéntesek, nem munkatársak, azoknak az életkora azért a fiatal nyugdíjastól kezdve inkább az idősebb korosztály felé mutat. Ezért fontos, hogy fiatalokat is vonjunk be. Erre persze van sokfajta kezdeményezés, vannak ifjúsági csoportok is, meg 50 órás karitatív szolgálat, vagy másmilyen önkéntes szolgálat, de mégis azt gondolom, hogy a Málta a sajátosságjánál fogva meg kell, hogy találja ebben is a saját útját, és a saját stratégiáját ki kell, hogy dolgozza, annak érdekében, hogy az utánpótlás folyamatosan biztosítva legyen. A felmérésben televíziónk is részt vesz, ennek megfelelően vállaltuk, hogy interjús felmérés keretében szakértőkkel beszélgetünk a karitatív szervezettel közös munkáinkról és a tapasztalatainkról. A Tolna vármegyében működő máltai közösségek egyébként a Dél-Dunántúli régióhoz tartoznak szervezetileg. A térség vezetője azt mondja, az itteni önkénteseknek nincs okuk panaszra, hiszen az ország legaktívabbjai közé tartoznak. A régiók között az élmezőnyben vagyunk aktivitás tekintetében. Vannak még hiányosságaink, olyanra gondolok például, hogy a cégeket önkéntesség szempontjából megszólítani, illetve cégeket társadalmi felelősségvállalás szempontjából megszólítani, ebbe egy kicsit gyengébbek vagyunk, de összmáltai szinten az önkéntes tevékenységek tekintetében azt gondolom, hogy az élmezőnyben vagyunk. A szekszárdi csoportnak 20 aktív tagja van, de nagyjából 100 állandó segítővel dolgoznak. Egész évben gyűjtik a főként ruhaneműből és tartós élelmiszerből álló adományokat, ezzel pedig csak a városban és annak környékén több száz családot segítenek napról napra. Van egy 200 fős nyilvántartott körünk is, tehát bárkit, aki segítségért fordul hozzánk, segítünk, de ezt a 200 nyilvántartottat, ezt folyamatosan támogatjuk adományosztásokkal. Hát ezen a 200 főn keresztül tulajdonképpen több mint 500 főt támogatunk, hiszen itt családokról is szó van, egyedülálló kisnyugdíjasoktól, valami fogyatékkal élő emberekről. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat tehát folyamatosan várja a segíteni akaró önkénteseket.